Ma tárgyalta a Város Stratégiai és Pénzügyi Bizottság Kecskemét 2023-as gazdálkodását. Mint az ülésen elhangzott, a tavalyi költségvetés összeállítás és annak most tárgyalt végrehajtása azt tükrözi, hogy az önkormányzat azon dolgozott, hogy az itt lakók életszínvonala ne csökkenjen, hanem emelkedjen. Egy új irodával szeretne támogatást nyújtani a kecskeméti vállalkozóknak a VOSZ, ahol könnyebben és egyszerűbben intézhetik a teendőiket. Erről is szó esett ma a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Bács-Kiskun vármegyei beszámológyűlésén és vállalkozói fórumán. Több mint 300 gyermek lépett fel a 29. Gyermekek a Gyermekekért gálán tegnap este a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. A cél azon túl, hogy a fellépők megmutathassák tehetségüket, a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése volt. 25. alkalommal szervezte meg állásbőrzéjét a Neumann János Egyetem. Az idei eseményen 56 cég képviseltette magát, emellett előadásokkal, tanácsadásokkal, nyereményjátékkal és ajándékokkal várták a hallgatókat a kampuszon. 194 évvel ezelőtt, 1830. április 16-án hunyt el Katona József, a Bánkbán szerzője. Kecskemét híres szülöttjére emlékeztek ma a Városháza előtt csarnokában, majd a Városháza előtti emlékkőnél.